Telly Savalas. 1922-ben született fantasztikus görög származású színész, ki rengeteg filmben szerepelt, de az első talán legismertebb film a Halál 50 órája 1965-ből. Igaz, itt még csak egy kisebb szerepet vállal el, de aztán később jön a Piszkos 12, ahol egy fanatikus őrültet játszik. Majd végül jön a Kelly hősei, egy fantasztikus 1970-es film, és itt Clint Eastwooddal karöltve rabolnak ki egy német bankot. Majd elérkezünk Kojakhez, ahonnan tulajdonképpen ő a legismertebb, a legtöbben innen ismerik. Ugye ő itt egy nyomozót alakít, tehát be se kell mutatnom. Ezen kívül még érdemes megemlíteni, hogy például van az Erőszak városa című film, hogy Charles Bronsonnal játszik 1970-ben. Ez egy bosszúálló film, ma már sok ilyen film van, de szerintem ott, ahol Charles Bronson és Telly Savalas szerepel, az egy különleges film lehet. Azt tudtad, hogy Telly Savalas Jennifer Aniston keresztapja? És azt tudtad, hogy testvére George Savalas szerepelt a Kelly hősei című filmben? Ő volt Mulligan. Ha! És azt tudtad, hogy a Kojak című sorozatban is szerepelt? Ő volt Stavros. Hihetetlen, nem igaz? Emlékezzünk hát erre a fantasztikus színészre, Telly Savalasra. Mondd, neked mi a kedvenc filmed tőle?